mindenki hangolj a béke óhajtás és a szóló árnyék után témákban. Következzék Kodály Zoltán egyik legsikeresebb és legtermékenyebb tanítványának, Bárdos Lajosnak Kantémus című műve, amivel elmondjuk önöknek, hogy énekelni jó dolog, az ének víg dolog, mert az énekben szív dolog. Ezt követően egy 20. századi, ma is élő norvég zeneszerző, Olav Gerjó lírai hangvételű műve, az Ubiquitas következik. Ez egy ősi gregorián gyökerű egyházi dal, máig érvényes, évezredes üzenettel a szeretetről. Ahol a szeretet és a jó akarat, ott az Isten. Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, újjongjunk és örvendezzünk benne. Féljük és szeressük az élő Istent, és őszinte szívvel szeressük egymást. Yeah.
felvidéki kórussal együtt. A másik egy Baranyagú Mirta a feldolgozás, mely nagyon örülünkhöz nőtt. Szerzője okán is, hiszen Tillai Aurél zengő felett című népdalszintjéről van szó. A műben szólót énekel Barbalis Tamás. A két népdal feldolgozás között Robert Stock szerelmes dalát előadja.